hallom, hogy volt közben egy kis torlódás, de lehet ütemesen szépen haladni. Szombat reggel kezdődött a gyermekvédelemben és a szociális alapszolgáltatásban dolgozók kétnapos koronavírus tesztelése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 mintavételi pontot alakítottak ki, Fehérgyarmaton, Kisvárdán, Mátészalkán, Nyírbátorban, Tiszavasváriban és Nyíregyházán, az ANTS épületében. A tesztelést a kormányhivatalok szervezték. Első alkalommal teszteljük a szociális alapellátásban résztvevőket. Korábban már bonyolítottunk nagyobb tesztelési akciókat a szociális intézményekben, otthonokban, valamint a pedagógusokat is több alkalommal szűrtük a megyében. Körülbelül 5-6 ezer embert érint egyébként, akik gyermekotthonokban, szociális alapellátásban, házi segítségnyújtásban ezen a területen dolgoznak. Én azt gondolom, hogy örömmel vették ezt a lehetőséget, és a jelentkezések, illetve a mozgás is azt mutatja, hogy sokan élni is kívánnak ezzel. Nyilvánvalóan a saját maguk és a környezetük, családjuk és munkai környezetük biztonság érdekében ez azt gondolom fontos is. A tesztelésre érkezőknek először egy adatlapot kellett kitölteni, csak ezután mehettek be a szobába, ahol az egészségügyi dolgozók már előkészítették a szükséges antigén gyors tesztet, majd mintát vettek. Melyik oldalról vehetem majd a mintát? Inkább a jobb, mert a bal oldalt műtötték egy éve. Jó, akkor csak az orrát tegye szabaddá. Hagyja hátra a fejét. Köszönöm. A mintavétel nem kellemes, de kibírható. Ezt a kis pálcát és a rajta lévő válladékot aztán egy speciális anyaghoz keverték, majd erre az eszközre cseppentve 10-15 perc alatt meg is tudták az eredményt. Akiről kiderült, hogy fertőzött, annál a közegészségügyi járványügyi szakemberek megtették a szükséges lépéseket. A teszteléssel egy időben zajlott az idős otthonokban lakók oltása is. Nagyobb otthonok irányából elindulva kezdődött meg az oltási tevékenység. Nyilvánvalóan ez azon múlik, hogy mennyi vakcina érkezik Magyarországra, ami egy Európai Uniós közös beszerzés eredménye, és a megérkező vakcinákat mi azon vagyunk, hogy minél gyorsabban sikerüljön eljuttatni az érintetteknek. Első körben elkezdődött az egészségügyi dolgozóknak az oltása, ez még most is zajlik, és ezzel párhuzamosan elkezdtük a József András Kórházzal itt együttműködve a megyében. Elkezdtük az idős otthonokban is az oltási tevékenységet, azt tapasztaljuk, hogy az érintetteknek a döntő többsége igényli. A megyében közel 100 idős otthon van, ahová el kell juttatni az első és majd az ismétléshez szükséges oltásokat. Mint ezt a kormány megbízott hangsúlyozta, minden attól függ, milyen gyorsasággal és milyen ütemben érkeznek a vakcinák.